Szép napot kívánok nektek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Sajnos idén nem lehettek fesztiválok, de már a hangulat az jó, ugyanis itt van velem a Balmar Duo! Gabó, Milán és Peti, szevasztok, pocok! Szeretnétek rá a szívét? Imádom mindenre. Örültök, hogy reagálhattok rá? Ahogy jelenek. Én nagyon kíváncsi vagyok. Már most jó a hangulat. Vágj ki a picsom! Gyerekek, azt el kell mondani, hogy már most jó a hangulat, mert egyébként egy welcome drinkkel kezdtük, hogy megalapozzuk ezt az egészet. Ugye szerintem vágjunk is bele, skacom. Mutasd már meg egy csajon! Rajta meg, vagy várj! Most Timit Rampett koncert van, nem érek rá. Nézd rá, mi itt tomboltam, mint egy büdös disznó. Tényleg, amúgy jól nyomod. Bátyasz! Én már párszor láttalak ki Peti itt tombolni egyébként, mint egy büdös disznó. Engem biztos, hogy... Fia, azt, hogy nem érek rá, most koncert van. Ez amúgy tisztelendő. Én amúgy azt hittem egy pillanatig, hogy kölök rá fog tépni valakinek a hajára egyébként. De nem a hajára kell, hanem a seggére. Ja, hát akkor meg főleg. Nem. Koncertet szeretett, hogy odafigyelek rád is? Tisztelet van, az mindig jó. Timi Trumpet. Szoktátok ilyen állapotba kerülni amúgy fesztiválokon? Ez a fesztivál vibe, abszolút. Ne. Ezt sem belefér. Igazából én egyre ritkábban szem az utóbbi időkben. Amúgy én figyelek rá. Mire? Hát, hogy bulikban ne engedjem úgy el magam már. Igen? Régen jobban elengedted? Hát, ja. De miért szar? Nem szeretett Timit Rambetet? De szeretem, de most elbassz az egészet. Kurva szar. De ezt te is volt, hogy kurva szar. De én is tudom amúgy. Miért szar? Drop, szar a drop. Szar a drop. Van ilyen, amikor szarva kiszal egy buli? Mit tud elbaszni srácok egy bulit, őszintén? De egy katasztrófa remix drop, még jó vokál egy rossz droppal például. Tehát olyanok vannak néha, hogy várnád, de gyere! De neked nem volt már olyan, hogy így te bulidon, te DJ-zel is ugye? Ja. DJ-ztél régebben. És nem volt olyan bulidon, hogy így valaki így minősítette? Szar droppot? Hát mondjuk, ez mondjuk szubjektív, hogy most kinek mi a jó drop, de... Hát én igyekeztem azért úgy válogatni mindig, hogy... Ami engem is szétszed, az más is szétkeszedjen. Peti, téged is szokott szétszedni. Vissza véred. Az, igen. Bocs. Azt fúrjuk benne. Fütösen, nagyon. Na, szóval, Peti, hogy egy buliba azért a nagy bulizós vagy, van olyan, amikor így szar egy drop, és elcsesződik egy buli? Hát, az igazság, szerintem túl sok összetevőnek kell, hogy klappoljon ahhoz, hogy nagyon fasz legyen a buli. Szóval onnantól kezdve, hogyha egy zene is rohadtul fel tud hozni, nagyon jó csajok vannak nyilván, az is fel tud hozni már, aki esetleg érted olyan érdekeltségű. Mire most gondolsz? Tudom, mire gondolsz? Tudom, hogy ezt nem érted. Micsoda? Ne, viccek! Mindegy, next level kétezik. Igen? Na, szóval, hogy a lényeg, hogy tapadjon a bé. Oké, köszönöm, menjünk is tovább. Köszönöm, dolgoztam is egy kicsit. Mi volt a munkád? A Telekomnál dolgoztam! Te egy cég iránt tudsz ennyire elhivatott hát, lenni? Akivel dolgozom, hogy mindegy. Nem az, hogy Telekom, vagy Nike-t mondsz volna, hogy valamit tudod, hogy Telekom, így felüvölt érted. Nem, kurva, mindegy, egyik se értelmes, nem? De szívből csinálják, szerintem. Szerint szereted dolgozni? Szívből van a Telekomnál, igen. Valószínűleg szereted dolgozni. Mit szeretnél akkor? Hát elmegyünk a sminkes szobába. Hogy de hogy ez így elvitted volna? Szóval, hogy... Amikor így nem, várjál, amikor egy csaj ennyire azt mondja, hogy elviszel a sminkes szobába, bár a Szigeten nem tudom milyen sminkes szobára gondolt, de hogy így, amikor így ennyire rád jön, és ennyire már ilyen direkten mondja, hogy mit akar, az neked mondjuk bejön? Ez attól függ, hány óra van, tudod, a bulihoz képest, szerintem. Mert hogyha hány óra, most ez valami önpromó hát, akar lenni? Nem, egyáltalán 20 óra, nem. De hogy attól függ, hogy mennyire jön jól, nem? És éjfélkor odajön, és akkor éjfélkor még azért potenciális tud lenni ez az este, lehet, hogy lesz egy kis upgrade, érted? Útközben. De ha nem lesz, és már hajnali 4 lejövő van, és menni haza unatkozni egyedül, akkor úgy elfilmezgetsz vele, érted? Ez Ocskai barátom, tudod, hogy hívja egyébként? Kukakör. Ez a neve, Kukakör. Jó, ez csúnya. Miért? Csúnya? Csúnya volt? Na jó. Szerbusz, mit fogsz tenni, azt megkérdezhetjük? Semmit nem fog most elfogyasztani ebből a 100 minutumból. De miért nem? Hát szeretnék előre menni. Mit csinálsz akkor? Lemerül a telefonod és elhagyod a brigádodat. Bízok a telefonom akkumulátorában. Miben? Próbálj meg feldolgozni. Először csak azt mondta, hogy szeretne csak előre menni. Vagy az azt mondta, amikor már csak előre azt mondja, ebben a szemrűtumban nem veszek semmit. Csak okay. Hagyj hallanjak egy kicsit. Csak hagyj menjek. Na jó, de gyerekek, hogy így volt már veletek is ilyen, hogy így csajok nem akartak lekopni, mert nagyon kellemetlen volt. Mik ilyenkor a megfelelő lekoptatási technikák? Ja, meglepnek már, esküszöm. Valahogy egy kis csaj elkaptam,
Igen? És már annyira túltolja, hogy szomjának, tesó. Valahogy rámegyünk. Ki magad, addig megbánom. De akkor igaz az a legenda, hogy így a Sound ez a fesztivál, a fesztivál béletért általában szexelni szoktak. Ez egy igaz pletyka. Egy emberről tudok, aki csinált ilyet. De nem én tudom. Nem én voltam, csak hallottam. És az egyik utolsó szom ebbe a videóba, hogy Jedi. Örül. Ez mit jelent pontosan? Ez egy életérzés. Nálunk ez egy életérzés, hogy Jedi. De a Jedi, ezt hogyan tudnád magyarra lefordítani? Be kell baszni, mint az állat. Utána bulizni, csajozni, és akkor 1, 2, 3. Jedi! Ne haragudj, eltek a szarom, az a póló. Tesó, ez mi volt? Azt mondja, ne haragudj, az a póló jár, hogy ne haragudj, lehetek a szarom. És mit ordított? Fejezd már be! Tudod, én tudod, hogy beszartam amúgy? Figyelj, én ezt tudod, hogy én itt konkrétan azt hittem, hogy itt most meg fognak verni. És közben a csávó imádta a Káosz TV-t. Tehát figyeld ezt a bejövést. Fejezd már be! Fejezd már be! Be lehet amúgy jönni úgy a fesztőre, hogy kajak nincs rajtad karszalag? Tehát aha. Vannak ilyen gyenge pontjai? Nézd rám! Ugye, itt az élő példára. Lássó, lehet. Voltál? Ne! Nem én! Ne, elmondhatom! Én hallottam ezt, hogy régen. Van egy ember, de nem tudom, hogy most... Ismerősöd. Mondjad! Azt mondom, Brunoék egyszer beúsztak, nem? Mert te voltál? Brunoék, nem veszek ki, hogy nincs itt. Igen, azt hiszem egyszer poénból, mit tudom én, beúsztak. De melyik? Egy szigetre? Szigetre? Hogy úsztak be a szigetre? A fesztiválra? Beúsztak? Beúsztak. Hát de tesó, ott nézik a lépcsőnél a... Nézik, és meddig nézik szerintem? Megszebbek a magyar lányok, de be kell valani, a külföldiek bevállalósabbak. Állásfoglalás kellene nekem. Inkább a külföldi lányok bevállalósabbak, vagy a magyar lányok. Milánnal kezdünk most? Szerintem a külföldiek. Te külföldi kalandjaidat hallottam, tudom, oké? Okay? Semmi? Igen? De szerinted, Peti? Hát fogalm sem. Hát mi egyértelmű, nekem nem van egy magyarázat, amit nem mondom. Ennyire egyszerű. Kavartál meg külföldi csajon, vagy nem? Hát nyilván volt már a példa. Pedig nem vett. És amúgy én nagyon szeretek angolul, vagy spanyolul dumálni egy csajon. Annyira mi sokkal, mint a magyar. Annyi, ő sem, de hogy... Nem. De te figyelj, de te egyébként... Annyira mindegy. Nem. Angolul jobb, kicsit de jó. Igen, oké, dollár, nem. Most én is tudom. Részegen jobban tudsz beszélni nyelveket? Én amúgy igen. Amúgy elhiszed, de nem hiszem el, hanem valószínűleg a gátlásokat feloldja benned, és sokkal gátlástalanabbul beszélsz. Én volt, hogy már én nem értettem, hogy mondok, és ők értették, és beszélgettünk. Hogy beszéltél? Hát, hogy én nem értettem a spanyolt, így elhadartam, de ők megértették elvileg. A te spanyolodat. Aha. Azt mondjuk adom. Jó. Tegnap dobott az exem, bazzeg, megcsalt az exem! Ez olyan volt kb. Mint a kukta. Ezért, horror akadva. Ja, amúgy tényleg kicsit olyan, tényleg. De az nem kukta, az kurta. Le vagyok égve, mint a szar. De anyagilag, vagy pedig a napon égtél le? A napon. Megmutassam? Mutasd már meg. Ez mennyire engedné ide ezt egy ilyen lábad lenni, és így rá egy szépet rá. Hát úgy olyat. Ötösén én bevállalnám. Ötösén. Tíz rugó. Ez egy tíz rugója, nem? Kettőért, Ősen! De figyelj, amúgy ugyanez, mint a Milán, én is amikor bármennyiszer ránézek, érzem. Égtetek már meg így ennyire, nem? Úristen, hagyjuk. És így az a baj, nem is lehet feküdni az ágyba, nem tudsz aludni. Csóri, én is sajnáltam a gyereket. Három fajta nő van, a facér, igen? A nagyon facér, és aki oda van, a facér. És... Most ez kajak, én már akartam mondani, hogy milyen gíza vagy, nem is nevetsz, mert egy szar volt, erre elkezd szakadni. De nekem ez tetszett. Facél. Jó, de most itt hallottuk ezt először? Ez volt a én hallottam, ez a 2017-es volt fesztivál, és én esküszöm, hogy itt hallottam először, igen. Peti. Jó, de te dumálkodni. Hát felfleseltem, de üresztem soha. Na oké, szóval, hogy nagyon sajnáljuk, hogy idén elmaradt a fesztivál, de reméljük, hogy picit talán bepótoltátok most ezt az élményt. Mellettem Maris Péter és Valkosz Milán és a Valmar Duo. Köszi srácok, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel az én csatornámra, és Valmar Duo. Az övéikre is, Instán, Facebookon, YouTube-on, mindenhol megtaláltok minket. Twittered is van? Iviv. Ott Ivivre is. Iviv. Köszi szépen, hogy megnéztetek, szevasztok. Csau. Csá. Úgy gyerekek, ez egy komoly adás lett.